A Szőnyért-Molaért Tanácsadó Testület a húsvét ünnepek alkalmával Komáromi Húsvét néven hirdetett felhívására érkezett kreációk jelképes díjátadóját tartották április 20-án a Hősök terén, amikor a legsikeresebb húsvéti tojás, illetve asztaldekorációk, rajzok és locsolóversek alkotóit díjazták. A Szőnyért-Molaért Tanácsadó Testület a Covid járvány idején is próbál aktivitást fenntartani, hiszen nagyon fontos, hogy ezekben a nehéz időszakokban is a valamilyen szinten a közösségi érzést, meg a közösségi élményt fenntartsuk, hiszen ha újraindul az élet, akkor természetesen majd élőben is több programot, több összejövetelt szeretnénk szervezni, de addig is jelezni kell, hogy igenis vagyunk, létezünk, nem feledkeztünk el a kezdeményezésünkről, hiszen ez egy olyan testület, amely arra hivatott, hogy komáromi lakosoknak, szőnyi lakosoknak, molai lakosoknak nyújtson lehetőségeket az együttlétre, programokat, megmérettetéseket, és ez a mai is erről szólt, hogy ugye húsvétra készülődve, igaz, hogy online, de mindenki megmutathatta, hogy hogyan díszíti a húsvéti asztalt, vagy éppen hogyan, milyen szép tojásokat készít, és akkor így online beküldve lehetett nevezni. Többféle kategóriában lehetett nevezni. A kezdeményezésben a gyerekekkel együtt a felnőtteket egyaránt sikerült megmozgatni. Én barkát, virágokat, tojásokat csináltunk, barkát díszítettünk. Anya azt mondta, hogy nyertünk, meg hogy sok jót fogunk kapni. Remek kezdeményezésnek gondoljuk ezt a komáromi húsvéti csoportnak a meghirdetését. Mi kettő kategóriában indultunk, az egyik az a gyerek kategóriában a festés, ahol a nagyobbik kislányom Boros Olivia első helyezett lett. Ő egy, mit festett Alida Olivia, mondod? Barkát. Barkát festett, az apukájának a segítségével, de egyedül készítette. Mi pedig Alidával közösen a húsvéti asztal díszítettük fel, igaz? Ahol a répatortán te raktad fel a kis díszeket, igaz? Nálunk a húsvét nagyon fontos, igaz? Most a járványügyi helyzet miatt sok locsolót nem tudtunk fogadni, de azért a hagyományoknak elegettéve elkészítettük a hagyományos húsvéti ételeket, és szűk családi körben meg is ünnepeltük a húsvétot. Rajzkategóriában első lett Boros Olivia. A legszebb asztaldekorációt a Málta komáromi csoportja készítette. A legkülönlegesebb húsvéti tojás Borbé Noémi kezemunkáját dicséri. Vers kategóriában pedig Végső László alkotását díjazták.